Az elmúlt évben két kerékpártárolót is üzembe helyeztek városunkban. Az egyik a vasútállomás, a másik pedig a termálfürdő mellett található. A modern és biztonságos tárolókat azonban egyelőre kevés kerékpáros használja. Sokak számára bonyolultnak tűnik a rendszer használata, pedig a szolgáltatás igénybevételéhez nem szükséges különösebb műszaki ismeret. A rendszer működésének ismertetésére Bujna Zoltánt, a Szabadság Vándorai Túrakerékpáros Egyesület elnökét kértük fel. A kerékpár tároló oldalán található egy QR-kód, amihez tartozik egy weboldal. Ha a felhasználó felmegy erre a weboldalra, akkor onnantól kezdve már automatikusan vezeti őt a rendszer egy olyan helyre, ahol kifizetheti a napi díjat ezért a kerékpártárolóért. Egyébként én éppen most ezt kifizettem, 50 cent volt a napi díj, és ezért cserébe én kaptam egy kódot, amivel egész nap használhatom korlátlanul a kerékpár megőrzőt. Ha pedig valaki gyakrabban szeretné használni a rendszert, vagy pedig idegenkedik a telefonos applikációtól, akkor egyszerűen besétál a Komora Service irodájába, és ott tud egy elektronikus billétát, egy csipet igényelni, amelyet föltölt vagy egy hónapra, fél évre, vagy egy évre, és akkor ezzel a csippel nagyon egyszerűen a csip odaérintésével nyílik az elektromos zár az ajtón, és szintén korlátlanul használható a kerékpár megőrző. A tárolóban a kerékpárok többféle szinten és többféle módon is elhelyezhetők. Azért, hogy minél effektívebben, hatékonyabban kihasználjuk a kerékpártárolót, ezért 30 darab állvány került be ebbe a boxba, és ez három fajta rögzítési módot engedélyez. Az első, hogy egyszerűen az alsó részre betoljuk a biciklit. Ha ezek a részek már telve lennének, akkor van egy felső szint, amely kihúzható, lenyitható, egy ilyen hidraulikus szár segíti, szóval nem kell hozzá nagy erő. És a harmadik pedig ezeknek a tárolóknak szembe látható, az pedig ilyen fél U vagy C alakú tároló, ahol egyszerűen föl van gördítve a bicikli, és egy kar rá van helyezve az első kerékre, nehogy véletlenül kiessen. A tároló előnye, hogy nem csak az időjárás viszontagságaitól óvja meg kerékpárunkat, hanem biztonságban is tudhatjuk bringánkat. Nyilván, hogyha több bicikli van bent, akkor nem árt, hogyha az illető lezárja a kerékpárját ezen az állomáson belül, de található bent kamerás megfigyelés, és mindig, amikor valaki kinyitja az ajtót, akkor az egy névhez, egy illetőhöz köthető, tehát relatíve biztonságban van itt a kerékpár, még akkor is, ha nincsen lezárva. Használjuk tehát bátran a kerékpártárolót, hiszen a szolgáltatás igénybevétele gyors, egyszerű és biztonságos.